A két végén mereven rögzítsünk egy csavarrugót, így egy egydimenziós, rugalmas közeghez jutunk. Erőteljesen üssük meg egy ponton az egyik végéhez közel. Figyeljük meg, hogy a keltett zavar miként jut el a rugó másik végére, és hogyan verődik onnan vissza. A csavarrugón, mint rugalmas közegen terjedő hullám több tulajdonsága is megfigyelhető. Meghatározható a rugó hosszának ismeretében a terjedés sebessége. A közeghatáról történő visszaverődés alakján jól látszik a fázisugrás, és nem utolsó sorban az energia terjedése a hullámban, hiszen az egyik végén megütött rugó a másik végén kissé későbbi időpontban fellökte az ott elhelyezett gyermekjátékot.